Sziasztok! Hú, de régen csináltam már DVD gyűjteményt, ezért úgy döntöttem, hogy elkezdem folytatni. Ez most egy különleges videó lesz, mert itt a B13 a bűnös negyed, és ezt a videót azért csinálom, mert én ezt megvettem újra. Mert nekem az előző az ilyen eléggé szétkarcolt állapotban van. Én már úgy vettem még a keleti pályaudvarnál, ott az egyik árusnál, meg bezárt egy DVD volt, és akkor így eladta a filmeket, én meg mindig ott vettem, és már eléggé el volt törve a DVD, tehát a lemez. Várjatok csak egy pillanatot. Látjátok, itt van a film, semmi baja, egy repedés nincs rajta. Ezt a videót azért csinálom, mert ugyebár így, hogy ezt megvettem, én a régit azt elvileg kidobom, és nem a kukába, hanem az ablakon. Voltam anyáméknál, és szó szerint kibasztam az ablakon a lemezt. Úgyhogy most ezt akarom nektek megmutatni. A videón nem lehet látni a repedéseket, meg minden, pedig elég durván nézett ki, és még rohadt nehezen is indult el a lemez, tehát így 10-szer el kellett indítanom, hogy na, induljál már, se a számítógép, se a lejátszó már nem akarta beindítani. Ennek viszont semmi baja, 600 forint volt, de leszarom igazából, ez végre megvan normális állapotban. Imádom ezt a filmet, mondjuk a második része az már nem a legjobb, mert igen, mert ennek van egy második része is, már állítólag csinálják a harmadikat, hát kíváncsi leszek, bár a kettő az szerintem elég gyenge lett, de ez számomra egy igazi alapfilm, tehát kaszkadőrök játsszák el a filmet, de jó, ez a szőke csávó játszik a sárkány csókjába is, úgyhogy ezt mindenki nézze meg, mert én ezt mindenkinek ajánlom. De ami a másik DVD-t illeti, most láthatjátok azt, ahogy kibaszom az ablakon magát a lemezt. Sziasztok!